Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek legfőbb híreink röviden. Közmeghallgatás. Az alpolgármesterek válaszoltak az előzetesen írásban feltett kérdésekre. Első pesti rackák zenekar. November 4-én pénteken este 8 órától lépnek fel a budakalászi faluházban. Reformáció. A 16. században Nyugat- és Közép-Európában a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak megnevezése. A közmeghallgatással folytatjuk Budakalászváros önkormányzat képviselőtestületének szerdai ülését. Az előzetesen írásban beérkezett kérdéseket Fórián Szabó Gergely és Nágel István alpolgármesterek válaszolták meg. A nyílt képviselőtestületi ülést követően dr. Göbbül Richárd polgármester foglalta össze a tavasz óta eltelt időszak legfontosabb önkormányzati eseményeit. Kiemelte többi között a szociális rendelet módosítását, amelyben rendkívüli rezsitámogatás, lakásfenntartási, valamint tűzifatámogatás is történt. Elkészült továbbá az új településfejlesztési koncepció, a fenntartható városi mobilitási terv, kerékpárforgalmi hálózati tervezet is. Szó esett még a további fejlesztésekről, a faültetési programról, a városi díjak és elismerések átadásáról is. Ezt követően Fórián Szabó Gergely válaszolt az előzetesen írásban feltett kérdésekre. A Martinovics utca forgalom korlátozásával, valamint a HÉV beruházással kapcsolatosan. Arról van szó, hogy a reggeli időszakban, amikor indul az iskola, akkor a suli előtt úgy feltordódnak az autók, az ott megálló, kiszálló gyerekek, búcsúzó szülők, hogy a környéken elég nehéz közlekedni. Ezt nyilván az utcában lakók is nehezen viselik, de mondjuk ami még probléma, hogy az iskolába gyalog vagy rollerrel érkező gyerekek számára is ott az autók közötti bóklászás balesetveszélyes. Ezt szeretnénk mielőbb rendezni. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hamarosan tárgyalni fogja az erről szóló javaslatot, és bízunk benne, hogy még az idén el tudjuk fogadni ezt a forgalmi rend módosítást. Természetesen ezt alaposan egyeztettük nem csak a korábbi lakossági fórumokon, hanem például az iskola vezetésével is, hogy olyan megoldást dolgozzunk ki, ami mindenki számára élhető megoldás. Egy másik kérdés a HÉV beruházással kapcsolatban érkezett. Érdeklődött a lakó az Erdőhát utcából, hogy a peronok át lesznek-e helyezve a kereszteződés utánra. Gondolom úgy értette, hogy egy oldalra. Igen, az a válasz, és ezt már ugye több fórumon is kommunikáltuk, hogy a HÉV projektben pont azért, hogy ez a szűk keresztmetszet itt, ez a lemfonó csomópontnál amennyire lehet oldódjon. Ugye a polgármester úr az előbb mondta, hogy hát az elkerülő útról csak annyit, hogy az nem lesz, az sajnos belátható időn belül az északi elkerülő út most nem épül meg, a kormány egyelőre halasztja a beruházást, bízunk benne, hogy ez nem azt jelenti, hogy hosszú évek mire elkezdődik, de a megvalósítás is több évet vesz igénybe, úgyhogy ebben az időszakban nagyon fontos, hogy itt Budakalász belső területén minden lehetőséget kihasználjunk arra, hogy jobb legyen az áthajtás. A peronok áthelyezése egy másik projekten keresztül jelentős kapacitásnövelést fog eredményezni. Ugye jelenleg mindkét oldalon úgy áll meg a HÉV, hogy az autóknak végig kell nézni a piros lámpánál, hogy az utascsere mind a két oldalon megtörténik biztonsági okokból. Ez a lehető legrosszabb megoldás, ami most van. Ehhez képest egy olyan megoldást szorgalmaztunk, amivel jelentősen lerövidül a lámpának a piros ideje, legalábbis a vasúti lámpái. Úgyhogy a HÉV tervezők szerencsére ezt a javaslatunkat befogadták, és az új tervekbe, amiket egyébként már ismertettünk is itt a faluházban, azokban már ezek az egymás mellé húzott peronok szerepelnek, amivel gyorsulhat a lemfonó áthajtásnak a lehetősége is. Nágel István alpolgármester vette át a szót. Ő az Erdőhát utca, Som utca csatlakozásával, továbbá a forgalomlassítással kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlévőket. Amit tudjuk, ott megszakad a járda, és ott egy szakaszon nem szilárd útburkolat van, ami zavaró. Ez a korábbi útépítésben, amikor az Erdőhát utca elkészült, illetve a járda, akkor ez valamilyen oknál fogva nem készült el.
Itt a Patakpart körüli úthálózat felújítása, amiről szintén már szó esett, ebben a projektben szerepel egy Szilágy út burkolatú járda kiépítése, egészen az Erdőhát utcától le a Klisovác utcáig, hogy gyakorlatilag a Prekoberdó lakossága gyakorlatilag az iskolához gyalog és szárazlábbal egy Szilágy út burkolaton le tudjon jutni. Ennek a terveiben szerepel egyébként ennek az útcsatlakozásnak az aszfaltozása is, tehát amint ez a projekt elindul, akkor ennek a burkolása is meg tud történni. Illetve a Prekoberdó lakosságával történt korábbi egyeztetés alapján ott szándékoznak az úti érdekeltségi rendelet keretében a Szilágy út burkolat kiépítését elindítani. Természetesen akár ennek is része lehet ez a hiányzó Szilágy út burkolatnak a kiépítése. A másik kérdés pedig az Erdőhát utcában található kútgyűrűk vagy forgalom lassító sikánokkal kapcsolatos. Itt ez annak idején lakossági kezdeményezésre került ki az utcába. Természetesen amennyiben többségi lakossági egyetértés van annak az ügyben, hogy ezek helyett fekvőrendőrök kerüljenek ki, vagy más forgalomlassító eszközök, akkor ezeket kérjük, hogy jelezzék a hivatal felé. Természetesen, ami szabályosan kialakítható és hatékonyan tudja a forgalmat szabályozni, ezekre nyitottak vagyunk, hogy ezen változtassunk. Nágel István továbbá említést tett arról is, hogy október 13-án civil kezdeményezésre széles körű forgalomszámlálás történt. Közel 17 ezer gépjárművet regisztráltak az önkéntes számlálók, amelyhez az önkormányzat biztosította a település határaiban kihelyezett rendszámfelismerős kamerákat. Kiemelte, minden információ anonim, csak statisztikai adatokat gyűjtöttek, hogy megtudják, hányan autóznak keresztül Budakalászon és milyenek a forgalmi irányultságok a városban. Az adatok feldolgozása folyamatban van, de a széles körű elemzést számszerűsítés szintjén az igénylők rendelkezésére tudják bocsájtani. A faültetés program részleteit is ismertette. Az elmúlt bő 3 év alatt 546 darab fát ültettek el, idén 76-nál járnak, és további 79 csemete ültetése van tervben. Ennek költségeit is kifejtette. Tavaly évben 100 fát ültettünk el, ennek a költsége 15 millió forint volt. Ennek a 100 fának az elültetése 100 köbméter föld teljes körű kicserélését jelentette. Az idei évben ugye csak 70 fát ültettünk ilyen programszerűen, ebből viszont összesen 18 esetben volt szükség talajcserére, tehát ez jól látszik, hogy ez önmagában a legnagyobb költsége egy faültetésnek, az 1 köbméteres méterszer méteres gödrök kiásása és visszatemetése, ebben 80%-os különbség volt, tehát 80 köbméternyi földet nem kellett idén megmozgatni. Ezért is van az, és ez azt gondolom, hogy leginkább ez, de ezen kívül az is, hogy ugye kevesebb fát ültettünk, az is, hogy a karókat, a trágyát, az erdészeti szakfelügyeletet és a kötözőket is a Városfa program keretében a városnak biztosították, tehát ezek beszerzésére nem volt idén szükség. Ezek a tényezők, ezek bőven megmagyarázzák azt az árkülönbséget, ami a két év faültetési programja között volt. De természetesen mindenki számára a pontos adatok kikérhetők, és nagyon szívesen megosztjuk ezeket, hogy mindenki megnyugtatására. A folytatásban a közmeghallgatáson résztvevő budakalásziak további kérdéseket tettek fel a városatyák felé. Ezt részletezzük szerdai híradónkban. Digitális tárlat készül a Budakalász térségében talált fantasztikus történeti emlékekből és leletekből. A projekt szakmai gazdája dr. Ottományi Katalin az eddigi munkákról és a tervekről tart előadást a Faluház dísztermében november 9-én 16 órától. Budakalász ritka és értékes leletekben gazdag település, ezt szeretné bemutatni a Faluház előadás sorozatában, amelynek során az eddig fellelt helyi kötődésű régészeti emlékeket járják körül. Az előadó több mint 20 éven át régészként dolgozott Szentendrén a Ferenci Múzeumban. Nagy felületű építkezések megelőző feltárásait végezte, többi között Budakalászon az M0-ás útgyűrű építésekor 2005-ben. Szakterülete a késői római kerámia, a római kori vidéki településformák és temetőik kutatása.
Felekezettől függetlenül mindenki számára fontos a november elejé ünnepkör. Bár a reformátusok a szenteket nem ünneplik, ilyenkor mégis mindenki megemlékezik elhunyt szeretteiről. Berecki Őrs, a budakalászi református egyházközség lelkésze ismertette, mit jelentenek számukra ezek az ünnepek, valamint kitért az október 31-i reformáció napjára is. A Minden Szentek ünnepe és a Halottak napja is katolikus gyökerű, mégis egyre nagyobb jelentőségűek ezek a napok a reformátusok számára is. Eredetileg és teológiailag valóban mást gondolunk a Minden Szentekről és a Halottak napjáról, azonban az életnek a valósága azt hozza, hogy igenis ez a november 1-e körüli dolog, a Minden Szentek és másnap a Halottak napja, ez nagyon fontos mindenkinek felekezettől függetlenül, mert egy olyan világban élünk, ahol ilyenkor autóra kapunk, vonatra kapunk, és elmegyünk a szeretteinknek a sírjához, ha esetleg nem ott van, ahol mi lakunk, és ezt rendbe rakjuk, és egy kicsit gondolkodunk az életünknek a mulandóságáról, ami egy rendkívül fontos szempont, ami nagyon sokszor hiányzik az életünkből, és ezért nagyon nagy jelentőségűnek tartom ezeket a napokat, és nagyon fontosnak tartom ezt az ünnepet, ami úgy látom, hogy évről évre erősödik. Annak ellenére, hogy nem református hagyományról van szó, sok helyen ilyenkor ők is temetői istentiszteleteket tartanak, egy-egy bibliai szakaszt ismertetve foglalkoznak az ünneppel. Egy nem református gyökerű ünnep és napok, ami azonban a modern élet kívánalmai miatt jó irányba tart, és igenis egy közös napja, időszaka lett az életünknek, amikor a széteső modern világunkban összedjük magunkat és a halállal törődünk. A mai világnak az az egyik legnagyobb problémája, hogy nem foglalkozik a halállal, hangsúlyozta a lelkész. Berecki Őrs fontosnak tartja, hogy a modern kor vívmányaival körülvéve se feledkezzünk meg múlandóságunkról. Modern élet olyan sok jó dolgot tartogat a számunkra, olyan sok jó lehetőséget tartogat a számunkra, amikkel élünk is, de a technikai fejlődéssel mellé oda tudjuk-e tenni a közösségeinknek a fejlődését, oda tudjuk-e tenni az odafigyelést arra a kérdésre, hogy mi lesz velünk, hogyha elmegyünk innen. Gondolkozunk erről, készen állunk-e akár az elmenetelre. A református lelkész a reformáció napja kapcsán elmondta, a mostani ünnepekhez hasonlóan Luther idejében az embereket az foglalkoztatta, hogy mi lesz a halál után, hogyan tudnak üdvözülni. Az 500 évvel ezelőtti világ számára a vallás kérdései voltak a legfontosabbak, ez hatotta át életük minden szintjét. Egy ilyen világban fogalmazódott meg a nagy elgondolása ezekről a kérdésekről Luthernek, és ennek a nagy kérdőjele miatt szakadt szét a korabeli Európa. Azért ma nem ezek a világunknak a fő kérdései, modern életnek más problémái vannak, más kérdései vannak, és ezért nem az egyház kérdései mentén szakad a gondolkodásunk. Szóval Luther lehet, hogy ha ma végignézne a mi életünkön, akkor elsősorban az lenne a problémája, ami nekünk is, hogy odafigyelünk-e az életünkre, foglalkozunk-e a múlandóságunkkal. Az egyházak mai szerepével kapcsolatban a lelkész kiemelte. Az emberek korábban soha nem voltak ennyire magukra hagyva. Éppen ezért az egyházi gyülekezeteknek az a legnagyobb feladata, hogy közösségeket teremtsenek. Mai egyházak, mivel közösségek, mindenfajta közösség elsősorban abban tesz nagy szolgálatot, hogy összehozza az embereket, amik a modern élet dolgai miatt, amik elkerülhetetlenek, egyre távolabb kerülnek egymástól. És akkor erre rakódik rá egyébként a mi egyházi meggyőződésünk és Istenről való beszédünk, aminek a gyökerei 500 évesek, vagy 2000 évesek, ha úgy tetszik, és ezek a számunkra nagyon erős és nagyon fontos tartalmat adnak. Ebben inkább közelebb vannak most már az egyházak egymáshoz. A közösségek egyben tartása, a hívek elérése a járvány alatt is nagyon fontos volt. Ennek megoldása új televíziós, szerkesztői feladatokat jelentette a lelkészek számára is. Az online közvetítések igénye a járvány mérséklődését követően is megmaradt. Ennek köszönhetően a távolban lévők és a betegek is részesei lehetnek az istentiszteleteknek. Mi azóta is szerkesztünk minden hétre egy kis adást, most éppen hangfelvételt csak, de YouTube-on jelenik meg az is egy kis feliratozással, és ezen lehet meghallgatni egy régebbi istentiszteletünket. Berecki Őrs, a budakalászi református egyházközség lelkésze lesz holnapi stúdiónk vendége, akivel az ünnepekről és a reformáció napjáról bővebben is beszélgettünk.
Tartsanak velünk 19 órától. November 4-én pénteken este 8 órától lép fel a budakalászi faluházban az első pesti rackák zenekar, mely műsorában összeolvad a magyar kultúra és a rock and roll forradalom szeretete. Így fér össze egy kalotaszegi hajnali Petőfi Sándor és Gérec Attila verseivel épp úgy, mint Jimi Hendrix zenéjével. Alapvetően fúziós zenéjükben fontos szerepet tölt be a magyar népzene, a rhythm and blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a groove elemek mellett. Rendkívül energikus produkciójuk mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban és humorban gazdag estét. A műsorokban elhangzó Petőfi dalok lényegét talán Lackfi János költő fogalmazta meg a legpontosabban. A Petőfi ipar évtizedek óta szállítja a lakodalmassá szelídített nótákat. Most viszont hála Ferenczi Györgynek és társainak, itt dübörög az igazi, az irgalmatlan, a megalkovást nem ismerő, blúzos, rokkos, kőkemény Sándor. Magyar tanárok, magyarok, tanárok és nem tanárok, figyelem! A zenekar az Egyesült Államokban felvett új lemezének anyagát mutatja be ezen az estén, illetve régi slágerekkel is készül. Ferenczi Györgyöt a televíziónézők a dal zsűriéből is ismerhetik. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelek továbbra is velünk maradnak, többfelé napközben is maradhat a szürke, lehangoló idő, mindössze 11-15 fokos csúcsokkal. Változás a jelenlegi számítások szerint legkorábban a hét második felében érkezhet, amikor nyugat felől már elérhetnek bennünket az Atlanti-óceán fölött képződő ciklonok frontjai. Adásunk végén következnek legfontosabb híreink. Közmeghallgatással folytatódott Budakalászváros önkormányzat képviselőtestületének szerdai ülése. Az előzetesen írásban beérkezett kérdéseket Forján Szabó Gergely és Nágel István alpolgármesterek válaszolták meg. November 4-én pénteken este 8 órától lép fel a budakalászi faluházban az első pesti rackák zenekar. A budakalászi református lelkész elmondta, Luther idejében az embereket az foglalkoztatta, hogy mi lesz a halál után, hogyan tudnak üdvözülni. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb szerdán este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!